Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, sziasztok ninják, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon az itt látható videók a kapcsolatokról szólnak, és akinek ez a téma tetszik, az iratkozzon fel, akinek meg majd ez a videó tetszik, az adjon nekünk egy lájkot, like és aki szeretne hivatalos ninjává is válni, az nyomja meg itt a csatlakozás gombot a videóképe alatt. Ma nagyon érdekes dolog lesz, mert Nóra beküldött egy hanganyagot, Nekem ez a hanganyag nagyon tetszett. Igen, 40-valahány perces, de érdemes meghallgatni Nórinak a beszédét, Nórinak a beszámolóját, az analízisét a volt narcisztikus kapcsolatáról. Jegyzeteket is készítettem, mert annyira tetszett ez a. a, a, a a napló részlet, hogy így mondjam, vagy ez a beszámoló, hogy szeretném a figyelmeteket több dologra is felhívni, és most akkor így a jegyzeteimből fogom nektek mondani, hogy mire nagyon érdemes figyelni. Az első, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, az, hogy milyen tematikailag rendezett ez a beszámoló. Távlatból vizsgálja Nóri már ezt a kapcsolatot, nagyon szókimondó a kegyetlenségről, a narcisztikus, volt narcisztikus partner kegyetlenségéről. Nagyon önfeltáró ez a beszámoló, nagyon őszinte, és nagyon szókimondó, és nagyon fogjátok érezni az éles és edukált rálátást, amivel Nóri most már rendelkezik így a kapcsolat után. Nagyon kritikus rálátást mutat nekünk, kritikus a volt partner viselkedésével szemben, valamint önmagával is kritikus, tehát nagyon sok, és ennek nagyon örültem, az introspekció ebben a beszámolóban. Nagyon tűpontosan fogalmaz Nóri, és ez is nekem nagyon tetszik, tehát nem körüli a dolgokat, nagyon fókuszáltan fogalmaz Nóri ebben a beszámolóban. Nóri pszichoterápiára is járt. Tehát beépíti a saját tudását, a pszichoterápián szerzett tudását ebbe a beszámolóba. Nagyon sok mindent a pszichoterápián tanult dolgokra is alapoz. Tehát ezzel gazdagodva mondja el nekünk, a történéseket ebben a kapcsolatban, amiket megtapasztalt. Nóri könyvekkel is alátámasztja a beszámolóját, referál Viktor Frankl könyvére, valamint Soderlo de la Clo könyvére, a Le Liaison Dangereux, a Dangerous Liaisons, tehát a Veszélyes Kapcsolatok könyvére referál, Paulo Coelho-ra referál, valamint George Santiana-ra és Karintire is, végül is Karinti versével zárja be ezt a beszámolót. A beszámolójának utolsó részében a megbocsátásról beszél, és ennek nagyon örültem, mert szerintem nagyon racionálisan látja ő a megbocsátást, és annak szerepét a mi életünkben, és mindent ő ebben a beszédben végül is a narcisztikus tudatos lelkivilága köré épít. Szeretné, Nóri, hogyha nyomatékosítanám azt, hogy majd fogjátok hallani, hogy ő adatokat gyűjtött, nyomozott is a volt partnerével kapcsolatban, de ez nem egy követendő példa, mondja Nóri, hogy ezt mindenképpen mondjam nektek. De neki, neki személy szerint ez adott megnyugvást, és a pszichoterapeuta is engedélyezte az ő személyes kontextusában ezt a lépést, de Nóri mondja, ez nem mindenkinek a megfelelő út. Szóval hallgassuk nagyon nagy szeretettel ezt a csodálatos, nagyon edukáló, nagyon összeszedett, gyönyörű ívű beszámolót, és majd a végén jövök újra, hogy elköszönjek tőletek. Akkor most hallgassuk Nórit. Sziasztok! Ha egy filmmel akarnám jellemezni az életemet 2018 előtt, akkor egyértelműen az ártatlanság kora lenne. 2019 tavaszára ez a periódus végérvényesen és visszafordíthatatlanul elmúlt. Egy év leforgása alatt túl voltam két narcisztikus abúzuson. Az életem egészségi, érzelmi és szakmai szempontból egyaránt romokban hevert. De egy dolgot biztosan tudtam. A végére fogok járni annak, hogy mi is történt velem. Rögtön az elején hangsúlyozni szeretném, hogy nem az interneten bőségesen felelhető 11 jel, ami arra utal, hogy narcisztikus partnered van, vagy 9 jele annak, hogy narcisztikus szülőnevel típusú cikkek alapján vontam le bizonyos következtetéseket. Három év pszichoterápia kellett a tisztánlátáshoz. Ez kisebb megszakításokkal volt ennyi, mert közben körülbelül két és fél hónapra spirituális útkeresülettem és COVID-járvány is volt. Tehát klinikai szakpszichológus segített annak megértésében, hogy miért történtek velem bizonyos dolgok, miért vonzok be bizonyos embereket az életembe, a megértés pedig szép lassan elvezetett a gyógyuláshoz. Nárcisztikus apa és kodependens anya gyerekeként nőttem fel, amit 2019-ig nem tudatosítottam magamban. Vagyis azt sejtettem, hogy nincs minden rendben a szüleim kapcsolatával, de kellett a terapeuta segítsége ahhoz, hogy fel is ismerjem a mérgező mintákat. Sajnos egészen a közelmúltig az életemben időről időre felbukkanó narcisztikusok összes tulajdonságát normálisnak könyveltem el, mivel az én gyerekkorom is így telt, és kiskoromban én rajongtam az apámért. Érdekes módon, ahogy a gyermekéveimre visszagondolok, szinte csak az apámról vannak tiszta és éles emlékeim. Anyám egy halvány folt a háttérben. 2018-ban tehát két narcisztikus partnert is kifogtam, Mindössze pár hónap különbséggel. Most az elsőről fogok beszélni, akit a továbbiakban NARC 1-nek nevezek majd. In medias res, nem vagyok agresszív. Eddigi életem során összesen kétszer éreztem úgy, hogy lelkifurdalás nélkül meg tudnék ölni egy embert. NARC 1, majd NARC 2 váltotta ki ezeket a gyilkos indulatokat belőlem. Szerencsére, mire a személyes találkozóra is sor került, lehiggadtam valamennyire. Nárc egyel egyszerűen nem álltam szóba, mivel nyilvános helyen voltunk, és elég furán vette volna ki magát, ha üvöltözök vele körülbelül fél órán keresztül. Nárc kettővel erre, már mint az ordításra is sort kerítettem. Azóta talán elmesélték másoknak, hogy hisztériás vagyok, meg konfliktus kezelési problémáim vannak. De ők, ők nem tehetnek semmiről, ugyebár. Az, hogy elhitették velem, szépnek, vonzónak találnak, szeretetet, törődést mímeltek. Utána pedig úgy bántak velem, mint egy darab rongyal, és bánnának a mai napig, ha nem szállok ki a játékukból. Ez nem elég ok arra, hogy haragudjak és kiabáljak, igaz? Nárc egyel úgy ismerkedtem meg, hogy mindketten ugyanazon a több lépcsős képzésen vettünk részt nem akarom elbagatelizálni a saját felelősségemet ebben a történetben, mivel ő nem volt független. Felesége és gyerekei voltak, és nekem nem lett volna szabad ebbe a viszonyba belemenne. Az első és az utolsó alkalom volt, hogy ilyet tettem, s ha nem okoznék vele az eddigieknél is nagyobb fájdalmat, sírva kérnék bocsánatot a feleségétől. Nárc egynek volt autója, nekem nem, ezért felajánlotta, hogy utazzak vele Debrecenből Pestre. Többször mondtam, hogy beszállok az úti költségbe, de nem fogadta el. Tulajdonképpen ez tetszett meg benne, a kedvességes, a segítőkészsége, mert amúgy egyáltalán nem volt az esetem. A volt férjem meg is jegyezte nevetve, hogy egy ilyen krapekkal tutira nem jönnék össze. Most már tudom, hogy mindez csak az általa játszott szerep része volt, ami ennek a külvilág felé szerette volna mutatni magát, mert valójában ezek az emberek semmit nem tesznek önzetlenül, mindenért viszonzást várnak el. Miből gondolom ezt? Velünk utazott egy másik lány is, akinek nárc egy szinte a képzés kezdetétől csapta a szelet. Egyik alkalommal, ráadásul modulzáró vizsga előtti napon, a lányal együtt elég sokat ittak, szegény a hazauton végig rosszul volt többször hányt. Hónapokkal később tudta meg a lánytól, hogy nárc egy azt hazudta neki, nem talált szállást arra az estére, ezért bekérezkedett hozzá aludni. Aztán megpróbálta leítatni őt, hát ha így a képzés kezdete óta tartó erőfeszítéseit végre siker koronázza. Hála Istennek, a lánynak ittasan is több esze volt, mint nekem színjózanon. Mikor megkérdeztem, hogy mi történt, miért ittak vizsga előtt, Nárc egy csak annyit válaszolt. A lánynak szerelmi bánata volt, nemrég szakított a pasiával, s maga alá került. Nem is tudom, hogy lehettem ennyire naív, hogy hihettem neki. Később, mikor már összejöttünk, megkérdeztem tőle, volt-e valami közöttük olyan határozottan állította az ellenkezőjét, hogy ezt a dumát is bevettem. Ma már tisztában vagyok vele, hogy ezek az emberek úgy manipulálnak és hazudnak a céljaik elérése érdekében, ahogy éppen kedvük tartja. És még azt az unalmas szégyenérzetet is megsporolják, amivel a dolog egyébként járni szokott. Nárc 1-nél és Nárc 2 is megfigyeltem, hogy valósággal feljogosítva érzik magukat mások becsapására, a közlekedési szabályok áthágására, blitzelésre, stb. Mi több, büszkék is rá. Nárc egyet sem zavarta különösebben, hogy család várja otthon. Sokat mesélte a szeretőjéről is, akivel nemrég szakított, és aki saját bevallása szerint élete szerelme volt. Ez természetesen nem volt igaz, mert ha szeretünk valakit, nem kínozzuk és nem betegítjük meg. Visszagondolva arra az időszakra, magam sem értem, hogy hihettem el minden egyes szavát, pedig nem tartom egy butanőnek magamat. Vagyis most már tudom, hogy történt. Két évvel azelőtt váltam el, volt két kisgyerekem, és már túl voltam néhány csalódáson gyenge voltam, sebezhető. Ez a típus pedig megérzi a gyengeséget és kihasználja azt. Így sikerült befurakodni az életembe a jó emberek állarcában. Miután a lány, aki kerekperec visszautasította őt, kiesett a képből, sajnos felén fordult a figyelme. Akkoriban még meglehetősen jól éreztem magam a társaságában. Jókat beszélgettünk, nevettünk, kezdett tetszeni is, pedig mondtam már, hogy nem volt az esetem. Az a tény, hogy családos ember, sokáig visszatartott, őt nem igazán zavarta. Alig volt olyan beszélgetésünk, hogy ne blamálta volna a feleségét, akit egy gyenge, idegzető, különösebb ok nélkül a veszekedés kedvéért veszekedő nőként írt le. Ma már biztos vagyok benne, hogy ennek a fele sem igaz. Ha az a nő kiabált vele, azért tette, mert boldogtalan volt, és hogy ne lett volna boldogtalan, hiszen Nárc egy tette azzá őt. Engem is sikerült nagyon rövid idő alatt nagyon boldogtalanná tennie. Tulajdonképpen az első repedés az állarcán akkor jelent meg, mikor egy alkalommal azt találta mondani nekem, hogy a lány, aki velünk utazik, meglehetősen buta ő szerinte. Erre azért kaptam fel a fejemet, mert egyrészt nem volt igaz, másrészt addig mindig kedves volt hozzá, udvarolgatott neki. Utólag jöttem csak rám, hogy kosarat kapott, és sérült a törékeny kis egója, azért találta ki ezt. Arra is panaszkodott, hogy mennyi időt elveszteget vele, amíg a lány után megy az autóval, annak lakhelyéhez közel. De hát ő olyan áldott, nagyvonalú ember, ezért nem tud nemet mondani. Minden általam ismert narcisztikusnak voltak hasonló megnyilvánulásai. Nagyon terhes nekik valami, de mivel ők annyira nagy lelkű és rendes emberek. Fogcsikorgatva, de eleget tesznek a kérésnek. Körülbelül úgy, mint is szomszéd a mézga családból. Nem vagyok az áldozathibáztatás híve, mégis el kell mondanom, hogy rögtön a kapcsolatunk kezdetén elkövettem egy óriási hibát. Én úgy gondoltam, ez a kettünk dolga a kölcsönös szereteten és barátságon alapul. Szerelemről szó sem volt, egy szerelmi kapcsolat egyébként is udvarlással kezdődik, nem pedig úgy, hogy a pasi megkérdezi a nőt egy kávé után felmenne -e hozzá. Életem egyik legnagyobb hülyeségének tekintem, hogy igent mondtam, és nem csak a gyenge teljesítménye miatt. Nárc kettő legalább tudott kefélni. Szex után ismét a volt szeretőiről kezdett beszélni, aki állítólag azért hagyta el, mert nem akart elválni. Azt mindenki el tudja képzelni, mennyire akar az ágyban egy nő az ex partner iránt érzett érzésekről hallani, de ő nem zabartotta magát. Megjegyeztem, hogy részemről nem fenyegeti ez a veszély, nem fogom azt kérni tőlem, hogy hagyja el a családját, mivel én is szeretek valakit. Ami igaz volt, de sajnos nem sok esély volt rá, hogy kapcsolat legyen belőle. Mint Bikának a vörös posztó, körülbelül ahhoz fogható volt ez a kijelentésem. Hogy merek én más szeretni, mikor egy ilyen nagyszerű férfi példány, mint ő figyelmes szentel nekem, gondolhatta magában. Akaratomon kívül mindjárt az első körben sikerült egy narcisztikus sérülést okoznom neki. Akkoriban szinte semmit sem tudtam erről a személyiség szavarról, Ha azt hallottam, hogy narcisztikus, a rettenetesen hiú külsejükre túlzott figyelmet fordító személyekre asszociáltam. Hát igen, az a sematikus gondolkodás. Egy nő vagy szajha, vagy angyal. Megjegyzem, egyik sem vagyok, csak egy hétköznapi, szeretetre vágyó és szeretetet adni tudó nő. A narcisztikus piedesztára emel, és rögtön le is taszít onnan, mikor már nem az elvárásai szerint viselkedünk. Éppen csak a szerepemet felejtett el közölni ebben a színjátékban, hogy legyen lehetőségem eldönteni, részt akarok-e venni benne vagy sem. De az én érzéseim itt nem számítottak. Ez a fajta kategorizálás különben a többi általam ismert narcisztikusnál is fennállt. Mindenkit, még a legközelebbi hozzátartozóikat is, az előítéleteiken keresztül szemlélték. Most már tisztában vagyok vele, hogy az ilyen személyek soha egyetlen pillanatig sem kezelik egyenlő félként a másikat. Az oké, hogy ő nős emberként össze vissza kefél, annyira sem becsüli a partnerét, hogy miután lefeküdtek, ne a volt szeretőjéről fecsegjen trianguláció javából, de amannak eszébe se jusson hasonlóval visszavágni. Ehelyett legyen csak szerelmes, várakozzon rá, teljesen feleslegesen ugyebár, szenvedjen a hiányától, miközben ő ki tudja, merre jár nem kellett sokat várni a sértett nárc egy bosszújára. Kisvártatva közölte velem, hogy amikor megismerkedtünk, az első, amit meglátott rajtam, az idétlen szemüvegem, a nevetséges frizurám és ruhám volt. Később még a fapina kifejezést is használta. Elnézést mindenkitől. Érdekes, hogy bár nem sokat beszéltem neki a gyerekkoromról, egyből tudta, mivel bánthat meg. Otthon és az iskolában is bőven kijutott nekem a gúnyolódásból. Emiatt aztán erősen önbizalomhiányos, önmagával elégedetlen felnőtt vált belőle. Arra különben Nárc kettő is ráérzett, hogy ez az egyik gyenge pontom. A másik a csendelverés, az édesapám ugyanis, amikor nagyon haragudott rám, egyszerűen nem szólt hozzám a narcisztikusok nagyon hamar megtalálják ezeket az érzelmi triggereket, és pont oda ütnek, ahol a legjobban fáj, csalhatatlan érzékük van hozzá. Miután közöltem vele, hogy nem vagyok szerelmes belé, másodlagos forrásból ott helyben leminősített kispados, illetve űrkitöltő forrássá. Ő tudja csak melyik voltam, már nem is érdekel. Ettől fogva csak arra akart használni, hogy kb. tíz naponta Debrecen és Budapest között belimtörölje a farkát. Ismét elnézést kérek, de nem tudom ennél szebben megfogalmazni, magam számára sem. A nárcok ugyanis a három tagokra nem érző emberi lényekként tekintenek, hanem különböző szükségleteik kielégítőiként. Miután betöltötték azt a funkciót, amit a nárc által felállított hierarchiában be kell tölteniük, jobban teszik, ha nem alkalmatlankodnak. Ezért nem értik, mi problémázik egyik másik azon, ha napokig nem jelentkeznek. Emlékszem, amikor először percekette, hogy összejöhetnénk, azt mondta: Egy értelmes nőt keresek, aki tudja, hogy mit akar. Tisztában voltam vele, hogy nem fog elválni, és ez nem olyan lesz, mint az eddigi kapcsolataim, mert nem vállalhat fel engem. De, ahogy már mondtam, azt gondoltam, ez egy szeretett kapcsolat, barátság extrákkal, vagy amit akartok. Nagyon naív voltam, tudom. Túl néhány csalódáson csak azért mentem bele ebbe a viszonyba, mert szentül hittem, hogy ő engem nem fog bántani, ugyanis egy végtelenül kedves és jó érzésű embernek a látszatát keltette. Nagyon hamar lehullott az állarca, rögtön azután, hogy megmondtam, én is más szeretek. A semmiért egészen, ezt akarta ő. Elvárta volna tőlem, hogy érzelmektől picsogjak, úgy, hogy közben szinte semmit nem nyújt cserébe a csoda tudja, mi játszódik le ezeknek az agyában, de a szerelemnek az a lányregényes illúziója könnyekkel és Paolo Coelho idézetekkel megtüzdelve, amit az előző szeretője tálcán kínált neki, talán önigazolásul szolgált volna a számára. Ő itt és most nem szemét módon csalja a feleségét, csupán a mindkettünket elborító érzelmeknek nem tudott megállt parancsolni. Az előző szeretője partner volt ebben, még ágynak is esett, amikor egy időre szakítottak. Ilyen lenne egy értelmes nő a narcisztikus logika szerint? Vagy a fenti mondatnak inkább az ellentéte igaz? Egy nagyon buta nőt keresett, akinek egyáltalán nincs saját akarata. Azt hiszem, ez lett volna a helyes megfogalmazás. Egyébként szokása volt, hogy szex után hazatelefonált az asszonynak, így nevezte az elsődleges forrását. Noha semmilyen sürgős megbeszélni valójuk nem volt. Mi szükség volt erre? Plusz táplálékot jelentett számára az a tudat, hogy még ezt is megteheti vele, velünk? Soha nem felejtem el a tekintetét, amivel maga elé merett, valahányszor próbáltam megértetni velem, mennyire zavar a viselkedése. Például, hogy nem válaszol az üzeneteimre, Egymás után több üzenetre. Tapintatosan viselkedtem, úgyhogy nem tíz percenként irogattam neki, hanem egyik nap egy rövid üzenetet, következő nap egy másikat, és így tovább. Elképzelésem nem volt, mi folyik itt, csak azt tudtam, hogy valami nagyon nincs rendben. Annyit nem jelentek neki, hogy a nem túl gyakori üzeneteimre egy lájkal like vagy oké okay, köszönöm fordulattal válaszoljon, miután elolvasta őket. Négy nap után kezdtem magamat szoktatni a gondolathoz. Megkaptam, amit akart, lefeküdtem vele, és ezzel vége. Volt bennem annyi tartás, hogy ettől kezdve nem írtam egy sort sem. Körülbelül egy hét múlva jelentkezett, azért nem válaszolt, mert éppen egy magába forduló időszaka volt. Elég ingerülten feleltem, nem vagyok ennyire ostoba, tudom, mikor nem ír szex után egy pasi. Másnap még fel is hívott szoktak neki ilyen periódusai lenni, ne vegyem magamra. Még azt is mondta, hogy soha nem tudna bántani engem. A soha és a mindig elég gyakori kifejezések a narcisztikusoknál. Nos, legalább a periódusokat illetően nem hazudott. Egyik szextől a másikig csak ilyen periódusai voltak. Akkor még nem tudtam, hogy mi az a csendelverés. Pedig nem én kezdtem ki vele. Sem a kapcsolatot, sem az együttléteket nem én kezdeményeztem. Akkor meg miért rám neheztel? Eleinte próbáltam magyarázatokat keresni a viselkedésére. Biztos lelkifurdalása van, amiért megcsalta a feleségét. Mint tudjuk, nem az első alkalom volt. Írtam is egy hosszú levelet az e-mailjére, amire csak nagyon röviden válaszolt. Egy kis extra táplálék volt számára, hogy foglalkoztam vele, körülbelül, mint vacsora után a desszert. Egyszer szemrehányóan mondta is nekem, hogy miután először lefeküdtünk, napokig nem tudott a felesége szemébe nézni. Hát csak ismételni tudom magam. Az első lépést és az összes további lépéseket is ő tette meg. Meg aztán, ha annyira rossz volt a házassága, mint mondta, minek volt bűntudata, vagy miért nem vált el? És miért próbált bennem is bűntudatot kelteni egy olyan dolog miatt, amit ő szorgalmazott? Megjegyzem, nem vagyok az a típusú nő, aki minden pasira rámozdul. A pasik se rám. Nehezen nyílok meg mások előtt. Időbe telt, mire el tudtam engedni magamat a társaságában. De mi értelme lebontani a falait valakinek, ha utána így viselkedünk vele? itt jöjjön egy érdekesség. A Facebookja amolyan családi Facebook volt. A felesége és a gyerekei is tudták a jelszót hozzá. Akkor még nem értettem, miért nem változtatja meg, illetve ha nem szeretné megváltoztatni, miért nem tölt le egy Whatsappot vagy Vibert a telefonjára. Most már tudom. Onnantól kezdve, hogy elmondtam, nem vagyok halálosan szerelmes belé, már nem értem annyit, hogy két szex között is beszélgessem velem mi értelme lett volna a kommunikációval bajlódni. Nekem már csak annyi dolgom marad, hogy tegyem szét időnként a lábamat. Épp csak velem felejtett el közölni, milyen szerepet szánt nekem. Emlékszem, amikor először mondtam neki, nem szexelni akarok, hanem szeretkezni. Egy ideig hallgatott, aztán kinyögte, hát, ahhoz idő kell. Milyen remek megállapítás, időkkel. Nem lehet elintézni Debrecen és Budapest között egy parkolóban pár perc alatt. Meg némi szeretet és odafigyelés is kellett volna hozzá, hogy ne csak a saját pillanatnyi élvezetét nézze, hanem az én igényeimet is. Sokáig gondolkodtam rajta, Tudatosan bántotta -e engem, sejtette -e vajon, mennyire ócskának és értéktelennek érzem magam a külsőmretett bántó megjegyzések, és amiatt, hogy két szex között soha egyetlen sort sem írt magától. Egyetlen egyszer sem kérdezte meg, mi van velem. Mindig csak akkor keresett, mikor kellett menni pestre a képzésre, tehát kilátásban volt egy gyors menet valamelyik parkolóban. A választ a fenti kérdésre indirekt módon ő maga adta meg, kb. másfél év múlva. Vannak fenn előadásai a Facebookon. Az egyikben pont a tapintatról beszél, és konkrétan ki is fejti, mire gondol. A tapintat azt jelenti, hogy nem teszünk megjegyzéseket egy nő megjelenésére, az öltözködésére, stb. Hát ezért nem mentegessük soha őket, ne fogjuk a nehéz gyerekkorra a viselkedésüket. A narcisztikusok pontosan tudják, mi a különbség jó és rossz között. Ha nem tudnák, nem lennének képesek megjátszani magukat eleinte a beeltetés időszakában. Amikor bántanak, azért teszik, mert bántani akarnak. Ám egy illúziók nélküli világ még mindig jobb, mint a tudatlanság. Mert amíg nem ismerjük ezeknek a kapcsolatoknak a dinamikáját, és a leghalványabb remény is ég bennünk az iránt, hogy a dolgok helyre jöhetnek, addig nem leszünk képesek eltávolodni tőlük, addig még visszaporszívózhatóak vagyunk. Olvastam valahol, hogy a narcisztikus nem hazudik, ő maga a hazugság gátlástalanul és szemrebben is nélkül hazudik, valahányszor az érdekei úgy kívánják. Például, amikor azt mondta, hogy nem kapta meg egy üzenetemet, akkor már kezdett nagyon elegem lenni a két szex közötti csendekből, ezért amikor írt, hogy ismét elvinne Pestre, egy meglehetősen ingerült hangvételű SMS-ben válaszoltam. Nem emlékszem pontosan az üzenet tartalmára, de az volt a lényege, hogy intézze el a dolgot magának valamelyik pihenőhelyen. Nem válaszolt. Valószínűleg arra gondolt, csak lehiggad az a hülye liba, mire eljön az ő ideje. Este újra írt, hogy szívesen indul korábban, nekem ugyanis hamarabb kellett odaérnem. És bevált a számításom. Akkor utoljára még lefeküdtem vele, mert még tartott a varázs, még hiányzott az az ember, akinek hónapokon keresztül mutatta magát. Azt a tuskót, aki a jó emberek állarca mögött bujkált, a legszívesebben felpofosztam volna. Soha nem láttam az övénél üresebb tekintetet, mintha egészen máshol járt volna. Miközben ismét elkezdtem mondani neki, hogy nekem ez így nem jó, hogy nem akarok hosszú távon fenntartani egy ilyen kapcsolatot. Csak azt várta, mikor fogom be végre a számot, hiszen vége a szexnek, ő kielégült. Igaz, én nem, de ez nem is volt fontos. Relaxálnia kell. Akkor döntöttem el, hogy még egy esélyt nem kap. Vége volt a képzésnek, kezdődött a nyári szünet, eddig lehetett arra fogni, hogy nem volt ideje keresni engem, mert készült a téma zárókra. Körülbelül tíz nap múlva már-már már menetrendszerűen, hiszen ők a megszokásaik rabjai, és én is a szokásává váltam, írt egy sms hogy úgy látja, egy ideje nem vagyok elérhető messengeren. Elérhető voltam, csak nem voltam mindig online. Tudunk-e beszélni most? Ez is annyira jellemző volt rá. Nem azt kérdezte, mikor tudnánk beszélni. Ő éppen ráért, érjek rá én is. A narcisztikus logika szerint egyebet sem kellett volna tennem ezekben a napokban, mint hogy arra várok, mikor kegyeskedik jelentkezni és egy újabb villámmenetet lebonyolítani. Én azt hiszem, mindenkinek kell lennie egy húsból eredő határnak, amint túl már nincs megalkuvás. Ezt a határt ő átlépte, úgyhogy ezután az üzenet után ki is rúgtam őt véglegesen. No persze nem siettem el a választ, hat törje a fejét. Akkor még nem tudtam, mi az a no contact, összönösen cselekedtem, mikor töröltem őt Facebookról. Később, amikor elkezdtem már terápiára járni, és megtudtam, mi a gond vele, a pszichológusom egyetértésével újra bejelöltem. Biztos azt képzelte, hogy szeretném újra kezdeni a kettünk dolgát, de csak egy cél vezérelt. Minél jobban kiismerni őt, és megérteni saját magamat. Szerencsére olyan terapeutához kerültem, aki jártas volt a pszichológia ezen alterületén. Többször kaptam tőle azt a feladatot, hogy Nárc egy előadásaiból kiírjam azokat a mondatokat, amelyek kicsit sincsenek összhangban a viselkedésével. Persze ez a módszer csak azoknál hatékony, akiknek már sikerült teljes mértékben leválniuk a partnerükről, és most válaszokat keresnek, ellenkező esetben sajnos fennáll a hovering veszélye. És itt felhívnám a figyelmet arra, hogy bár nagyon sokat meg lehet tudni erről a személyiségzavarról, a neten található cikkekből, meg YouTube videókból, meg több segítő csoport található Facebookon az áldozatok számára, de ha évtizedek, netán generációk óta ismétlődő mintákról van szó, akkor bizony pszichológushoz kell fordulni. Ha ugyanis nem tárjuk fel a primár okokat, akkor könnyen belefuthatunk a következő sarkon egy újabb ilyen díszpéldányba. Sőt, még az is lehet, hogy ki se kell mennünk az utcára, mert házhoz jön a nárc. Esetemmel legalábbis így történt, amikor a Covid idején elkezdett irogatni nekem Facebookon valaki, akivel azelőtt csak látásból ismertük egymást. Visszagondolva a nárc egyelvaló kapcsolatomra, Egyebet sem csinált egész idő alatt, csak nyúlkált a lábaim közé akár egy infantilis kamasz. Én pedig nagy libidóval rendelkező, szenvedélyes nő vagyok, sajnos mindig reagáltam. Bár ne reagáltam volna, mert csak kiábrándultság és undor maradt bennem e kapcsolat nyomán. Soha nem fogta meg a kezemet. Még amikor kettesben voltunk, akkor sem. És soha, Véletlenül sem ért hozzám két szex között. Szerintem ezek az emberek nem is képesek az intimitásra, legfeljebb az intimitás ideig, óráig tartó színlelésére, ha az érdekeik úgy kívánják. Olyanok, akár egy nagy, felhúzható baba, mímelik az életet, csak a legfontosabb összetevő hiányzik belőlük, ami az élethez szükséges ez pedig a lélek maga. Érdekes, amikor úgy döntöttem, kiszállok, nem tudtam, hogy narcisztikus. Azt hittem róla csak egy érzéketlen bunkó. Van nekem gyerekem otthon, felnőtt neveléssel nem foglalkozom. Nem fogom egy 40 éves pasinak magyarázgatni, hogy az üzenetekre válaszolni élik. Két szex között nem árt néha megkérdezni, mi van a másikkal. Egy nő és egy férfi kapcsolata nem csupán az aktusból áll, létezik elő, meg utójáték, stb. Amikor már Nárc 2 is túl voltam, életem romjain jött a felismerés. Egyetlen év leforgása alatt két narcisztikus abúzust kellett elszenvednem. Mert nem normális az, hogy miután beletaposott a lelkembe, kirúgtam, nem beszéltünk több mint két hónapon keresztül, úgy ment el mellettem egy koncerten, mint akit egyáltalán nem ismer, majd össze, mintha mi sem történt volna, Ír, hogy szívesen elvinne a következő képzésre. Épp csak azt nem tette hozzá, kefélhetünk is egyúttal. Lehet egy nőt ennyire megalázni? Az elejétől a végéig csak ennyire tartott engem? És van bőr a képén, hogy ezt így ebben a formában ki is nyilvánítsa? Mondtam már, ez volt az a pillanat, amikor ki akartam nyírni őt, de aztán mérlegeltem, és annyit nem ért meg a dolog, hogy börtönbe kerüljek miatta. Vajon a felesége tudja, hogy kivel él együtt? Rá fog-e jönni valaha is, hogy nem vele van a probléma, amikor kiabál? Nárc egy, bárkiből képes kihozni a legrosszabbat, méghozzá igen rövid idő alatt, és törekszik is rá, mert neki az ugyanolyan táplálékforrás, mint a rajongás. Ha a szerelem illúzióját nem kaphatja meg, akkor dühöt és könnyeket akar. Ki tudja, ki mindenkinek játszottál azóta a meg nem értett Az a kár, hogy a történet itt nem ér véget. A gyerekei majd szépen lemásolják a szülői mintákat, és ugyanolyan abuzív párkapcsolati játszmák szereplői lesznek felnőtt korukban manipulálnak, vagy manipulálják őket, csak a boldogság nem fog rájuk találni soha. Ha valaki, én aztán tudom, mennyire nehéz egy narcisztikus apa és kodependens anya gyerekeként felnőni. Vagy bántalmazó, vagy bántalmazott. Másút nincs. Narcisztikus mozaikok. Tetszik a csatorna neve. Következzen még néhány mozaik darabka. Közben eszembe jutott egy másik film, Kegyetlen Játékok a címe. Szerintem az ilyen típusú kapcsolatokban nem az a kegyetlenség, amikor a narcisztikusok megmutatják az igazi arcukat, hanem az, amikor előtte szándékos félrevezetéssel kialakítanak magukról egy képet, elhitetik velünk, hogy fontosak vagyunk számukra, szeretnek bennünket szeretettel vagy szerelemmel, és hogy nem fognak bántani. Konkrétan mindkét tárc kijelentette nekem, soha nem tudnálak bántani. Aztán, amikor jönnek a bántások, állunk értetlenül, és nézünk ki a fejünkből, hogy tehát nem erről volt szó. Kilépni a kapcsolatból még nem tudunk, mert a beetetés során Lovebombing, vagy nevezétek, ahogy akarjátok, átprogramoztak bennünket, kialakítottak egyfajta függőséget magukkal szemben, és mi heteken, hónapokon keresztül reménykedünk abban, hogy csak átmeneti indiszpozíció ez náluk, hamarosan visszatér majd a régi énjük. Elég sokat beszélgettünk a házasságáról is. Például elmondta, hogy csak azért fekszik le néha a feleségével, mert ő van kéznél, és éppen kívánja a szexet, meg hogy szülőtársnak, háztartási alkalmazottnak jó, de nőként ne akarjon villogni előtte. És ezeket állítólag neki is elmondta. Bár egy narcisztikus esetében semmit sem lehet készpénznek venni. Vajon tényleg mondta, vagy érzékeltette vele ezeket? lehet ennyire bunkó valaki? Van olyan nő a földön, aki ezt éveken keresztül eltűri? Hogy ne volna, hiszen az én anyám is sok mindent eltűrt. Egyik alkalommal, amikor a szeretőjétől ment haza, a felesége kezdeményezte a szexet. Nem akarta visszautasítani, nehogy gyanút fogjon, saját elmondása szerint, de mivel az aktus nagyon elhúzódott volna, megjátszotta az orgazmust. Ennél a pillanatnál azt se tudtam, köpjek -e vagy nyeljek. Olyat elég sűrűn lehet hallani, hogy egyes nők megjátszák az orgazmust, na de egy pasi. Annak azért vannak látható jelei. És ezt az egészet teljesen érzelemmentesen adta elő, mintha csak az időjárástól beszélt volna. Aztán a szeretőnek meg volt tiltva, hogy parfümöt használjon, mert a felesége egyszer megérezte rajta az idegen illatot. Persze kimagyarázta magát azzal, hogy edzés után a fitness központban virágillatú szappannal mosakodott. A gázlángozás iskola példája lehetne ez. Mondjuk, zuhanyozni is lehetne, ha már össze-vissza kefélünk, de minek alkalmazkodjon egy ilyen ember másokhoz. Végül egy kis ráadás. Volt egy pasi a képzésen, és mondott róla egy érdekes dolgot, aminek csak utólag fogtam fel az értelmét. Hogy ez a pasi minden nőnél próbálkozik, aki életkor alapján megfelelő lenne számára. Furcsáltam ezt a kijelentést, mert nekem nem tűnt úgy, mintha bárkinél is próbálkozna. Utólag esett csak le, hogy akkor tulajdonképpen saját magáról beszélt. Ő próbálkozott mindenkinél. És tényleg, ahány nőt csak ismerek, akinek köze volt hozzá, vagy tetszett neki, mind különböző típusok, külső és belső tulajdonságaikat illetően is. Simán elmehetne lepkegyűjtőnek. Kicsoda ő, és ki vagyok én? Három év terápia kellett ahhoz, hogy megválaszoljam ezt a kérdést. Sérült kisgyerekek vagyunk mindketten. Neki az apja, egyetlen szó nélkül lépett ki az életéből, az anyának pedig fontosabbak voltak a pasik, mint ő. Nekem volt apám és anyám, akik szintén sérültek a maguk gyerekkorában. Mit érzek most iránta? Sajnálom, ha benne lakozó sérült kisfiút, s ha visszatudnék utazni az időben, megsimogatnám annak a kisfiúnak a fejét, s megpróbálnám megvigasztalni őt. De az iránt, az ember iránt, amivé felnőtt korára vált, ugyanannyi sajnálatot érzek, mint amennyit ő érzett irántam, amikor bántott engem. Mind sérülünk, mégsem mind válunk gonoszszá. És negyvenen túl már nem akarom senkinek sem az egóját simogatni. Egyik kedvenc könyvem, Viktor Frankl írta, mégis mondj igent az életre, ez a címe. Frankl, zsidó származású pszichiáter és holokauszt túlélő volt. Négy koncentrációs tábort járt meg 1942 és 1945 között, ezek egyike Auschwitz volt. Meg kellett tapasztalnia a szülei, fivére és várandós felesége halálát, később ezekből a tapasztalataiból hozta létre saját terápiás módszerét. Frank azt mondja, hogy a szenvedést nem kerülhetjük el, ellenben eldönthetjük, hogy milyen módon viszonyulunk hozzá. És itt lehet a kulcs szerintem. A narcisztikusok sem az őket bántalmazóknak, sem maguknak nem tudnak megbocsátani, ezért viselkednek úgy, ahogy bárki tudja, lehet, hogy rosszul gondolom. Azóta már fél könyvtárnyi irodalmat elolvastam erről a személyiségszaváról, így többek között arra is rájöttem, hogy bizonyos dolgokra soha nem fogok rájönni. Ha a megbocsátás egyenlő a felejtéssel, akkor nem bocsátottam meg. Egyrészt már soha nem is kértem, másrészt pedig megtapasztaltam a következményeit annak, hogy próbáltam mindenáron szőnyeg alá seperni a gyerekkoromban történteket. George Jánás szerint azok, akik nem emlékeznek a múltra, arra vannak kárhoztatva, hogy megismételjék azt. Ez az én esetemben igaz. Utoljára a 2019-2020 fordulóján kísérleteztem a felejtéssel, annak a spirituális életmódnak a részeként, amit akkoriban gyakoroltam. A múlt az elmúlt, felejtsd el, ami történt, elsújkoltam magamba, és szorgos önáltatásom eredményeként kis idő múlva megjelent az életemben a következő narcisztikus. Természetesen nem lett belőle kapcsolat, mivel közben újra férhez mentem, Sőt, még abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán kapcsolatot akart, könnyen lehet, hogy másfajta forrást jelentettem számára. Elég hamar felismertem a toxikus mintákat, ezért megszakítottam vele minden kapcsolatot. De miért is kellene megbocsátani? Hiszen ezek az emberek az első perszől kezdve tudatosan manipuláltak bennünket. Láttad, egy is olyan szépen kifejtette, mi volt az első benyomása rólam, ehhez képest egészen addig, míg meg nem sértettem az egóját, egyfolytában bókolt, kedveskedett, figyelmes volt. Tehát ezek az emberek tudnak különbséget tenni jó és rossz között, tudatosan viselkednek velünk másképpen, amíg el nem érik a céljukat, hogy utána annál nagyobbat rúgjanak belénk. Ha valaki nem szándékosan követel hibát, vagy van is benne szándékosság, de később megbánást tanúsít, akkor meg lehet bocsátani neki. Csak hogy a narcisztikusok tudatosan vezetnek félre bennünket, és utána semmi megbánást nem tanúsítanak. Persze elképzelhető, hogy bocsánatot kérnek, tőlem egyik sem kért, de csak azért teszik, mert még használni akarnak bennünket. Ha azonban semmit nem változtatnak a viselkedésükön, akkor lényegében semmit sem bántak meg, ugye? Amint mondtam, a felejtés nekünk empatáknak különösen veszélyes lehet, de természetesen maga dönti el ki, hogy dolgozza fel a narcisztikus abúzust. Én kívánok nagyon sok kitartást mindenkinek, és elég erőt ahhoz, hogy szembe tudjon nézni mindazzal, ami a le- és elvállás felé vezető úton várja őt. Karinti Frigyes soraival búcsúzom. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, amikor csúfoltak és kínosztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn, és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, és tanúskodom a napról, hogy ragyog. Kedves testvéreim az abszurditásban, köszönöm Eszter ezt a kifejezést, nagyon jól megragadja a lényeget. Kívánok sok sikert nektek, legyetek ügyesek, ha lehet ügyesebbek nálam, és ne fogjatok ki egymás után két náciztikus partnert, egy is bőven elég. Sziasztok! kedves csoport, most, hogy meghallgattátok Nóri beszámolóját, elmélkedéseit, remélem, hogy nektek is annyira tetszett, mint nekem. Nagyon köszönjük Nórinak ezt a nagyon őszinte, önfeltáró elmélkedést, és bárki, aki kedvet kap ahhoz, hogy megoszta a történetét, az ilyen és hasonló sztorikat nagy szeretettel várunk. Kíváncsian várom a hozzászólásaitokat, nagyon-nagyon szeretném tudni, hogy rátok milyen hatással volt ez a beszámoló. Nagyon köszönjük, Nóri, sziasztok, itt fogjuk folytatni. Sziasztok!